Ez a videó a Zeneos Motorolaj támogatásával jött létre. Importőre a Szakálmetál. Sziasztok! Ennek a videónak a címe, de főleg a tartalma némi magyarázatot fog igényelni, úgyhogy hadd kezdjem egy történettel 2001-ből, amikor volt lehetőségem a családommal elutazni Ausztráliába. Ez egyrészt egy óriási kiváltság, amire a mai napig így tekintek, és azóta is szeretnék oda visszamenni, mert bár csak 3 éves voltam, de mégis az első ilyen valós emlékeim onnan vannak, ráadásul egy konkrét tevékenységről, sőt inkább egy konkrét járműről vannak emlékeim, egy lakóautóról, amit ott béreltünk, és amivel ott megtettünk több száz kilométert. Próbáltam régi képek közt keresni, hogy hát ha van erről emlék, és sikerült találni. Ez egy ilyen Isuzu alapú, hát klasszikus bérlős lakóautó volt, azzal mentünk ott Ausztráliában. És ugye szokás mondani, hogy az ember mennyire sokszor az egész életén keresztül a gyerekkori emlékeiből építkezik. Ezt így pontosan nem tudom, de az biztos, hogy akkor ott nekem és a testvéremnek, Ádámnak, akit majd mindjárt megismerhettek bővebben, ez a lakóautózás valahogy nagyon beakadt, utána itt Magyarországon is már pár évvel később volt saját lakókocsi a családnak, amit mondjuk másfél hónapos korában elloptak fényes nappal az utcán, és természetesen soha nem lett meg. Amivel a család részéről a lakókocsizás, lakóautózás nagyjából be is fejeződött, még párszor béreltünk, illetve talán emlékeztek, a csatornán is itt pár évvel ezelőtt volt lakóautó teszt, amikor el tudtunk így barátokkal menni, és ki tudtunk próbálni lakóautót, amiről készült a videó is. Ilyen alkalmakkor mindig az volt a benyomásom, hogy mennyire jó lenne egy saját lakóautó, vagy akár lakókocsi, de ezt a gondolatot mindig el is vetettem, mert egyrészt irtózatosan drága megvenni sajnos ezeket a lakóautókat, most főleg, tehát az alap autópiaci megőrülésen túl is szerintem van még egy szorzó a lakóautók árában, utána üzemeltetni sem olcsó, mert ugyanúgy fenn kell tartani, mint egy autót, és nyilván nem tudja olyan szinten kihasználni az ember, vagy ha igen, az nagyon jó, de az én esetemben ez biztos, hogy nem állt volna fenn, úgyhogy ennyiben el is vetettem ezt a gondolatot, hogy kéne egy saját, de közben a testvéremnek, Ádámnak is hasonló gondolatai voltak, hogy mennyire jó lenne egy ilyen, úgyhogy már jó ideje beszélünk erről, hogy akár ha úgy van, akkor közösen is jó lenne vásárolni egy lakóautót, és valójában ez a pillanat, ez most érkezett el, veszünk ténylegesen egy használt lakóautót. Hogy miért egy ilyet, amit majd láttok, erről beszélek bővebben, itt nyilván sok lehetőség lenne, lehetett volna akár építeni kisebb furgont. Ez azért nem volt opció, mert biztos, hogy többen is szeretnénk majd használni, úgyhogy olyat szerettünk volna választani, amiben azért legalább 4-5 ember, ha úgy van, akkor kényelmesen tud utazni, és akár aludni is, úgyhogy ilyen custom wagon, furgon alapú lakóautó biztos, hogy nem jött szóba, és így majd meglátjátok, hogy mit választottunk, de semmiképpen nem egy kis lakóautó lett, aminek ez az oka, hogy tényleg olyat szerettünk volna, ami több ember számára is használható, illetve egy olyan gondolatmenetünk is volt ezzel a lakóautó vásárlással, hogyha nincs az embernek saját tulajdonú lakóautója, akkor ugyan lehet bérelni, most már itthon is nagyon sok helyről lehet bérelni, legtöbbször új, nagyon szép állapotú, nagyon jó lakóautókat lehet bérelni, ami tök jó, csak emellett az áruk tényleg olyan magas, amit szerintem nem sokan tehetnek meg, és értem, hogy egyébként miért nagyon sok 100 000 forint mondjuk egy hétre kibérelni egy ilyen lakóautót, mert hát irtózatosan drága megvenni ezeket, tényleg kényelmesen 30 millió forint egy olyan, amit mondjuk így a piacon átlagosan tud bérelni az ember, nagyon-nagyon drágák újonnan is a lakóautók, szóval én ezt a részét értem, viszont nem gondolom, hogy ez rendben van, hogy egy ilyen luxus cikké alakul tényleg a lakóautózás, mert eredetileg szerintem nem erről kell, hogy szóljon, és amikor kint van az ember a természetben, és közben viszi az otthonát, és az összes ilyen zseniális részt, ami megvan a lakóautózásnál, amit nagyon hosszan lehetne sorolni. Szóval amikor tényleg ott van az ember, akkor nem hiszem, hogy az az első számú szempont, hogy egy vadi új, bőrbeelső és nagy kijelzős, tényleg fancy lakóautóban üljön. A top 5, de nagyjából a top 10 indok közt sincs szerintem ott a lakóautózás előnyeinél az, hogy egy mennyire új, mennyire modern technikában ül az ember. Úgyhogy erre válaszul kibérelhetővé fogjuk tenni ezt a lakóautót, szerintem jóval elérhetőbb áron, és ezzel majd többek számára elérhetővé próbáljuk tenni
ezt az élményt, amit mi is nagyon szeretünk. Itthon egy kereskedésben, Kiskunfélegyházán fogjuk vásárolni, már kétszer voltunk lent, másodjára vittünk magunkkal szakértőt is, aki ilyen lakókocsikat, lakóautókat szervizel, újít fel, és főleg a felépítmény részéhez ért, ami nekünk a legsötétebb pont volt, mert ahhoz egyáltalán nem értünk, és az a legnagyobb veszély egy ilyen lakóautónál, hogyha bázik, hogy sérülés volt, bármi ilyesmi. Úgyhogy ilyen szempontból már át lett nézve a lakóautó, és rendben van, itt megkaptuk a zöld lámpát, a kereskedővel meg is alkuttunk, úgyhogy most már csak el kell hozni, konkrétan most fogunk indulni, de nem ezzel a járművel megyünk, amiben ülök, talán ezt itt páron felismeritek, erről is hamarosan lesz majd egyébként videó, nem egy lakóautó, de egy hasonló busz feelingű, kis busz feelingű autó, de erről majd később, most vonattal fogunk menni, hogy utána majd együtt fel tudjuk hozni Ádámmal a lakóautót, úgyhogy induljunk is el. És hát meg is érkeztünk, közben akkor Ádám. Sziasztok! És hát nézzük, hogy mit választottunk. Itt van választék, sőt egyébként még jóval nagyobb is az alapkínálat. Első versenyzünk, egy integrált, sprinter alapú, ha jól sejtem. Egyébként aranyos, fura egy picit az eleje, de nem szerettünk volna integráltat. Igen, alapvetően félünk egy kicsit az integráltól, meg attól, hogy az orra is ugye teljesen fa felépítmény, tehát itt azért a sérülékenység, ez egy elég magas problémaforrás. Meg azért úgy alapvetően helykihasználásban is ezek inkább kevesebb embernek kényelmesebb, úgy nagyjából úgy szoktak szerintem kinézni az integráltak. Van egy idősebb tranzit, aminek egyébként voltunk a belsejében is, amúgy tök szép ahhoz képest, tehát kívülről ez egy azért erősen 90-es évek hangulatú, sőt, hát ezt a tranzit formát már szerintem a 80-es években is gyártották, de egyébként tök szép ennek a belseje is, tehát ez egy szerintem ilyen 90 közepi autó nagyjából, mert már a modern belsős, igen, 98, akkor ennek a tranzitnak a vége, ennél egy picit modernebbet szerettünk volna úgy hangulatra. Kettes Ducato az egyébként egy reális alternatíva lett volna, mert nagyon sok van belőle. De azért alapvetően ennél szintén egy picit újabb hangulatot szerettünk volna, és főleg ennél nagyobbat, mert amúgy ez egy ilyen szerintem 2-3, maximum 4 személynek kényelmes, ugye alkovos plusz belül van ledönthető ilyen ülős részből kialakítható ágy, ennél nagyobbat szerettünk volna egy kicsit. Úgyhogy szerintem akkor meg is érkezünk itt közben a választóhoz. Becsúszunk a választásra. Igen, ami nem más, mint ez az új Transit Kasznis, tehát ez már a New Edge dizájnos Transit Edge Rimor felépítménnyel. Nem kisméretben, azt azért meg kell jegyezni, tehát ez egy nem nagyon rövid lakóautó. Tapasztaltabbak itt már láthatják, hogy ez arra utal, hogy emeletes ágy is van hátul, ugye természetesen alkovos, úgyhogy mindjárt megmutatjuk majd bővebben. És már néhány nappal később vagyunk. Nem a leginkább klasszikus lakóautós időjárás van, de egyébként ez is a tervek közt szerepelt, vagy szerepel, hogy majd télen is használjuk. De tisztázzuk akkor, hogy pontosan mi ez az autó, milyen alapokra készül, milyen felépítménnyel. Ez egy Ford Transit, hogy pontosan melyik generációja, az nézőpont kérdése, mert ugye többféle piacokon, többféle generációként futott, de a harmadik nagyobb generációja ugye alapvetően ez a Transitnak. Ugye a Ford ott a 2000-es évek elején New Edge designként hivatkozott az autóira, ami az egyes fókusszal jelent meg. Ez a Transit is ezt a design vonalat viszi. Ez volt az első Transit, amit keresztmotoros, illetve hosszmotoros elrendezéssel is meg lehetett vásárolni, ugye első kerekes vagy hátsó kerekes kivitelben. Itt a mi autónk az egy hátsó kerekes kivitel. Szerintem Ádám, hogy erről jövünk, akkor itt egy picit már mutathatjuk is bővebben, hogy ez egy dupla kerekes kivitel, tehát hátul ugye dupla kerekes az autó, és hátsó kerekes, benézve alá egyébként lehet látni a szép nagy diffit. Ez
lehet előny is, lehet hátrány is. Én azt gondolom, hogy mi inkább úgy tekintünk erre, hogy pozitívum. A dupla kerekes változat az alapvetően egy stabil szerkezetet szokott jelenteni. Ami annyiban mindenképpen jól fog jönni, hogy nem kicsi a lakóautó, valamivel 7 méter alatt van a teljes hossza, majd a beltérben mutatjuk, hogy szerintem ennek megvan az előnye. A felépítmény maga pedig a Rimor gyárból érkezik, ez egy olasz felépítmény készítő cég, ahogy egyébként a legtöbb ilyen lakóautógyártó cég, ők is több márkának az alapjaira készítenek lakóautókat, és ez egy Europeo 78-as típusú lakóautó, amit itt a fülke, tehát az alkov tetején láthatok, hogy a matricák picit meg vannak kopva. Olaszországból érkezett egyébként a lakóautó, és mi vagyunk az első tulajdonosait Magyarországon, de Olaszországból nemrég jött, és valószínűleg ott egy picit megszívta a nap, mert a matricák itt elől megkoptak. Ez már természetesen tervben van, hogy újra lesz majd matricázva. Szerencsére tök jó ilyen sablonokat le lehet tölteni, hogy azt a korhű logót azt vissza tudjuk rá gyártani, az nagyon fontos, mert szerintem esztétikumban nagyon sokat számít. Itt, ami egyből látszik, hogy a hűtőnek itt van a kivezetése, és amit már mondtam is, az emeletes ágynak a külső ablaka, illetve itt egy elég nagy tároló, ezt majd részben belülről megmutatjuk, hogy lehet emeletes ágyként és tárolóként is használni ezt a részét. Az itt látható olajjal kapcsolatban pedig fut egy nyereményjátékunk az Eneosszal, náluk nyerhettek egy általatok választott motorolajat az autótokhoz egy olajcseréhez. Ez az Eneos Magyarország Facebook oldalát szükséges követnetek, és az ide kapcsolódó poszthoz kommentelnetek, ehhez a linket beteszem majd a videó leírásába. Itt hátul, ami az ablakból egyből sejthető, hogy itt lesz a fürdőszoba, illetve itt van a kazettás WC-nek a kazettája, illetve ahhoz a hozzáférés. Bicikliszállító, ez mindenképpen hasznos, létre a tetőhöz, és itt van hátul a bejárat, de akkor még itt egy-két dolgot meg tudunk mutatni. Itt van a Truma boilernek a kivezetése, itt lesz majd a 220-as betápnak a lehetősége, illetve 230-as, bocsánat, tiszta víznek a betöltési lehetősége. Itt pedig ezen az ajtón lehet hozzáférni a gáztartályhoz. Természetesen van nyitható omnisztorunk, amit most itt éppen nem fogunk kinyitni, de majd bevágunk egy képet, hogy az hogy néz ki. Tök jól működik az omnisztor, van nyilván itt kint világítás is. És szerintem nézzünk be, és átadom a szót Ádámnak akkor, hogy picit a belteréről beszéljen. Itt vagyunk a lakóautó belterében. Először a legelejét mutatjuk meg. Itt az úgynevezett alkovban, vagyis tulajdonképpen a kabin fölötti kis fülkében találhatunk egy fix, kétszemélyes, lényegében francia ágyat. Itt van bent két ablak, ahogy a lakóautó összes ablaka, ezek is mind szúnyoghálósak, sötétítősek. Továbbá az ágyat beljebb lehet hajtani, hogyha vezetünk. Ez egyébként annyira szerintem nem egy gyakori funkció. Nem, abszolút nem gyakori. És nagyon javítja a térérzetet, amikor utazik az ember. Ha haladunk tovább a lakóautó vége felé, akkor itt találhatunk egy négyszemélyes és egy kétszemélyes étkező asztalt, ami este egy kétszemélyes, illetve egy egyszemélyes ágyként is tud funkcionálni az asztalok lehajtásával és az ülőpárnák behajtásával. Továbbá a kétszemélyes ágynak az oldalait még kicsit kihúzhatóak, így még szélesebb ágyat kapunk, ami a tapasztalataink alapján két személynek abszolút megfelelő méretű. Végig találunk itt tárolókat. Nyilván, hogyha saját használatban van az embernek, akkor ide egyéb tárgyakat, ilyesmiket el lehet helyezni. A kis buddhaszobrokat ide. Például rakni. Igen. De amit még itt szerintem megmutathatunk, majd vágóképpen legalábbis, hogy itt van ez alatt, az ülés alatt a víztartály. Tovább haladva elérünk a konyháig, ami egy sarokkonyha. A sarokkonyhának szerintem abszolút létjogosultsága van, ugyanis sokkal praktikusabban tud az ember ebből kis L-alakba beállva főzni, mosogatni, használni a munkapult üres felületeit. Itt találunk egy két rózsás tűzhelyet, egy hideg-melegvizes mosogatót, illetve evőeszköztartót. Itt találunk némi gépészetet, illetve tárolót, és itt további tárolókat, lámpát, szagelszívót, és
még több tárolót. Ott a gépészethez kapcsolódóan ott van a Truma boiler, tehát ott van lent maga a boiler, itt pedig a vezérlője 50, illetve 70 fokos vizet tud előállítani. Ennek örülünk. Igen, ennek kifejezetten örülünk. Ugye itt ez a konyha sarokkal szemben van a hűtő, vadonatúj. Ez egy kombi hűtő, ami azt jelenti, hogy 12 voltról, 220 voltról és gázról is tud üzemelni. Ez egy jó pár százezer forintos tétel lenne, hogyha meg kéne újonnan benni, úgyhogy ennek örülünk szerintem. És egyébként, bocsánat, hogy ismét itt kinyitom, egy lakóautós viszonylatban szerintem tök használható méretű fagyasztója is van. A hűtő alatt találhatjuk a fűtés lelkét, a Truma konvektor, és ez egy körfűtés, tehát mindenhol a lakóautón vannak kis kifújókák, erről majd mutatunk képet, ezért körbe tudja járni az egész autót a meleg egy ventilátor segítségével, tehát nem csak innen jön a hő, innen tulajdonképpen csak vezéreljük azt. És akkor elértünk a lakóautó legvégébe, ahol találhatunk egy emeletes ágyat, szintén minden emeleten egy-egy ablakkal, illetve ahogy már kívül is láthattátok, egy igen nagy garázsa van a lakóautónak, amit még nagyobbá tudunk tenni, hogyha az alsó ágyat felhajtjuk így ide, így akkor elvesztettünk egy ágyat, viszont egy két és félszer nagyobb garázst kapunk, amit ugye kívülről tudunk tölteni. Ehhez kapcsolódóan csak egy mondat, hogy amikor néztünk ilyen lakóautókat, nekem mindig az volt a benyomásom, hogy jó pofa, itt hátul ez az emeletes ágy, elég sok lakóautóban van ilyesmi elrendezésben, vagy akár hátul keresztben, de az ilyesmi korú lakóautóknál talán ez még gyakoribb, hogy az egyik oldalon van egy emeletes ágy. Ez így ránézésre szerintem nektek is a vágóképeken úgy tűnhet, hogy egy, hát, gyerekágy alapvetően. És tény, hogy nem széles, viszont hosszúságban teljesen megfelelő egy felnőtt ember számára is, tehát szerintem mi a ilyen 180 cm-es magasságunkkal kényelmesen elférünk rajta, szerintem 185-190 centig tényleg lehet rajta aludni, ami azért nagy plusz, mert így valóban 6, de akár igazából 7 ember is tud benne aludni, nyilván az már nem a nagyon kényelmes, az már a határa, meg az utazás szempontjából is, de összességében, hogy ennyit tud, azért az, főleg a mai lakóautókkal összehasonlítva nem gyakori. Főleg, ahogy említetted is, hogy manapság inkább így az integrált lakóautók irányába vagy fél integrált, ahol ugye alapvetően már elvesztettük az alkovot, tehát az rögtön mínusz két személy, illetve térérzet csökkenéssel jár. Körtúránk végére érve megmutatjuk a fürdőszobát, ami azt gondolom, hogy lakóautós viszonylatban szintén egy elég nagy fürdő, külön zuhanytálcás. Ugye a legtöbb lakóautóban vagy lakókocsiban, ahol a WC van, az egyben a zuhanytálca is. Na most ez itt nem így van, hanem itt egy teljesen különálló zuhanyfülke, és itt van egy zuhanyfüggöny, amivel itt ugye teljesen le tudjuk választani. Hideg-meleg vizes csap itt, tükör, szintén tároló mindenféle neszeszer dolognak. Itt is. Elég szép, mert tároló szintén. Így van. És ugye maga a WC, az pedig forgatható, tehát ha szeretnénk több helyet magunknak itt, akkor befordítjuk ide, ha pedig ugye használni szeretnénk, akkor úgy fordítjuk ki, ahogy nekünk kényelmes. Igen, és ez a klasszikus Tedford kazettás, amit itt a vágóképeken láthattuk, hogy ilyen sárgás színű alul, az nem megsárgulva van, hanem ez gyárilag ilyen, tehát néztem képeket, ez eredetileg is ilyen, ezen majd el kell gondolkozni, hogy ide esetleg ilyen elektromos a Dometic is készít, meg nyilván egyébként kínaiakat is lehet venni, ilyen ventilátoros szellőzőre ki lehet cserélni, oda mindenképpen jól jönne, de egyébként természetesen ugye itt is van szellőzés, és középen is van egy szellőző, tehát összesen három szellőzője van, ezeknél mind el fogunk gondolkozni, hogy akár ilyen elektromosra lecserélni, hogy egy picit jobb legyen a szellőzése. Amiről még nem beszéltünk, hogy itt vannak a biztonsági övek, 2-2 ezen az ülésen, ezáltal 6 utazó személy tud tartózkodni a lakóautóban utazáskor, tehát 6 személy tud utazni hivatalosan az autóban, a forgalmi szerint is egyébként. Természetesen hiába több ember is akár elférne, ugye összesen akár plusz 2 ember is, de ezeken az üléseken nincs biztonsági, úgyhogy 6 személy tud utazni az autóval. Akkor gyertek, nézzük még meg itt a fülkét. Először is itt az anyós ülés alatt található a munkaakkumulátor, ami egyébként egy szinte vadonatúj akkumulátor szintén. Ahhoz van egyrészt egy inverter, egy utólagos inverter, és van napelem is az autó tetején, hogy ez milyen állapotú, mit tud, és
ezzel kapcsolatban igazából semmit nem tudunk még. Jelenleg nem is nagyon néztük részletesen, ott hátul van a töltésvezérlés, egyébként tök szépen bekábelezve, én annak is örülök, hogy annyit tudunk, hogy működik. Annyit tudunk, hogy működik. Tölt. Tölti a munkaaksit, az már mindenképpen pozitív, de akár ezt fejlesztve, vagy lehet, hogy majd kompletten újat is, de mindenképpen szeretnénk rendes napelemes rendszert az autóra, hogy off-grid módon tudjuk használni, illetve akár majd ugye ti is tudjátok úgy használni, hogyha ha elviszitek tőlünk. Az órájában 98 ezer kilométer van, természetesen nem tudjuk, hogy ez tényleg ennyie, de én nem gondolom, hogy nagyon sokkal több lehetne, mert tényleg kopás nagyon nincsen. Egyébként alapvetően a felépítmény része is, illetve a bútorzat is, az ülések is, minden nagyon szép szerintem a korához képest főleg, és nekem ez tetszett nagyon, amikor elmentünk először megnézni, hogy nincsen szétfaragva, nincsen szétfurva, néztünk több ilyet, ahol persze értem egyébként, hogy miért, amikor az embernek van egy ilyen saját lakóautója, akkor az ízlése szerint kialakítja, feltesz oda egy képet, feltesz oda egy-két alkatrészt, bármi ilyesmit. Én azért alapvetően nem ilyet szerettem volna vásárolni, amit már valaki a saját ízlése szerint faragott, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez egy szép gyárias autó, és tényleg elől is itt megvan. Persze azt hozzá kell tenni, hogy egy ilyen tranzitnak 100 000 kilométer az végképp semmi, hisz nyilván ezekkel nagyon sok 100 000 kilométert mentek futárautóként, vagy bármilyen más felhasználásban. Amiről viszont mindenképpen beszélni kell, a motor. Ezeket a tranzitokat már jó részt közös nyomócsöves TDCI motorokkal szerelték, 2.4-es TDCI motorokkal, viszont ebben az autóban nem az van, hanem még az adagolós 2.4-es dízel, egy 120 lóerős Duratorc motor, ugye hosszában beépítve. Szerintem ez ilyen viszonylatban inkább pozitívum, én örülök a picit egyszerűbb technikának is, hát hogyha tényleg ennyi kilométer van benne, ami én azt gondolom, hogy így van, akkor az semmi egy ilyen motornak, 100 000 kilométer. Nagyon szépen indul egyébként, nem füstöl, nem szépen jár, szerintem motorikusan rendben van az autó. Egyébként nyilván szervó kormány az van, ez a klasszikus Ford kormány, nagyon jó vezetni. És ezt megint csak nem azért mondom, mert a miénk is most vásároltuk, és mindenképpen nagyon szépíteni, díszíteni kell, de szerintem, Ádám kamera mögött nem tudom, te mit gondolsz, de én nagyon élveztem itt hazajönni vele. Tehát számomra meglepően jó a futóműve, főleg azok alapján, amiket kipróbáltunk. Nekem sokkal pozitívabb a vezetési élmény. Jövőbeli terveket tekintve itt az utastérben, illetve a kabinban, ide a gyári, vagy hát legalábbis korhű fejegység helyére szeretnénk egy ilyen kétdines, valamilyen modernebb, ilyen androidos fejegységet. Én ugyanezeknek nem vagyok a nagyon nagy kedvelője, viszont ide most az, hogy mennyire gyári, az szerintem annyira nem lényeges, mert én azt nem szoktam szeretni, hogyha egyébként ilyesmi korú autókban lecseréli az ember, nem illik oda ilyesmi, de itt ez annyira nem meghatározó, és nagyon praktikus lenne, hogy össze tudja kötni az ember a telefonját. Viszont ebben egy pici segítséget is kérnék, hogyha valaki tud ilyesmihez hozzáférés, mert én az interneten konkrétan ilyen tranzithoz nem találtam beépítő keretet. Tehát nem tudom, hogy gyárilag létezik-e, viszont több ilyen lakóautóban, ilyen tranzitban láttam már ilyen modernebb fejegységet ide téve, úgyhogy ha valaki esetleg az interneten vagy bárhol lát ilyet, azt megköszönöm, hogyha elküldi, mert azt mindenképpen szeretnénk megcsinálni, illetve ami most jelenleg nincsen, tolatókamera, ami nem akkora hátrány szerintem, hogy nincsen benne, mert sok korabeli lakóautóban van utólagos, hát nagyjából korhű tolatókamera, ami azt szokta jelenteni, hogy valahova felfúrva egy ilyen nem túl jó minőségű képernyő, ami vagy működik, vagy nem, és hát mindenképpen kétes a felbontása. Szóval itt nincsen ilyen, egyrészt egyáltalán nincs szétfúrva a műszerfala, az nagyon ritka szerintem ilyen lakóautóknál is, akár furgonoknál is, ennek én nagyon örülök, és a fejegységgel természetesen majd tolatókamerát is szeretnénk, és mindenképpen fogunk is tenni, mert az viszont muszáj, tehát azt már így pár használat után is éreztük, hogy annélkül nem igazán kényelmes a dolog. Úgyhogy így állunk most, ebben az állapotban vettük a lakóautót, sok apróságot kell még reszelni és
fejleszteni, de részemről már így is egy álom teljesülése, hogy így itt van, és a miénk ez a Rimor lakóautó. Itt mindenképpen köszönetet kell nektek is mondanom, akik nézik a videókat. Nélkületek tudjátok, hogy biztos, hogy ez nem jöhetett volna létre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. A következő időszakban sok tartalom várható, természetesen az autóval kapni fog egy nagyobb szervizt, indulásként majd kezdődhet az első hosszabb teszt a gyakorlatban egy utazással, ezekről mind-mind érkeznek majd a videók, utána pedig, ahogy említettem, akár számotokra is elérhető lesz a lakóautó, a bérléssel kapcsolatban a leírásban található linken tudtok tájékozódni. Ezzel viszont le is zárnám ezt a részt, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek ideig, köszönöm Ádámnak is a közreműködést, és jövő héten a következőben találkozunk. Sziasztok!